2015. augusztus 10-én tartották a Bagi körforgalom, azaz a 3-as számú főút és a 3105 jelű út kereszteződésénél kialakított új, biztonságos csomópont átadó ünnepségét. A beruházás megvalósulása kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen az elágazás az ország első és másodrendű útjainak egyik legveszélyesebb csomópontja volt. Az elmúlt évtizedekben több súlyos és halálos baleset is történt itt. Az átadó ünnepségen részt vett Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Az Érj haza biztonsággal nevű program 75 milliárd forintot fordít közlekedés biztonsággal kapcsolatos beruházásokra, veszélyes csomópontok, körforgalmak, vasúti átjárók felújítására és átépítésére. Ennek egyértelmű célja, hogy csökkentsük a kockázatot, csökkentsük a veszélyt, és lehetőség szerint tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy senki ne sérüljön meg, és az anyagi károk se sújtsák a családokat, vállalkozásokat. Rövidesen láthatják és tapasztalhatják, hogy azok a bejelentések, amelyek az elmúlt időszakban elhangzottak, azok valósággá kezdenek válni. Láthatta mindenki, akinek volt ideje elolvasni, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési beruházások hatalmas listája került megerősítésre. Gőzerővel folyik a munka, és remélem, hogy ebben a hónapban, augusztus végéig egy komoly, legalább 400 milliárdos csomagot tudunk kiküldeni és kiadni, magyarul megkezdeni magát a végrehajtását a beruházásainak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy balesetveszélyes csomóponttal kevesebb van Magyarországon, nagyon bízunk benne, hogy az a 22, amelyet a magyar közút épít meg a következő időszakban, illetve a továbbiak, amelyek most soron következnek, szintén szolgálni fogják az elképzeléseinket. Az államtitkár elmondta, a körforgalom megépítéséhez 1200 köbméter aszfaltra, 1000 négyzetméter térburkolatra, 900 folyóméter szalagkorlátra és 700 köbméter beton útalapra volt szükség. A technikai adatokról beszélt Lopper Dániel, a beruházó cég kommunikációs igazgatója is. Az már látható az átadási ünnepség alatt, hogy a forgalmi adatok indokolták ennek a veszélyes Pest megyében legveszélyesebb csomópontnak az átépítését, hiszen naponta mintegy 10 000 jármű használta ezt a kereszteződést, most már körforgalomként biztonságosabban tehetik ugyanezt. A műszaki adatokról államtitkár úr elmondta, hogy 3 buszoböl épül, 2 gyalogos átjáró, egy 25 méteres külső sugarú körforgalomról van szó, amelynek ugye a közvilágítása is megújult a beruházás keretében. Lécsei László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a körforgalom megépítése egy hosszan elnyúló, évekig zajló ügymenet végeredménye. Maga a történet több mint 15 éves. Bármennyire hihetetlen is, nagyon-nagyon elhúzódott. Az első polgári kormány alatt 2000 környékén, amikor a térség országgyűlési képviselőjeként Tóth Gábor fölvetette a Galgamentiek óhaja alapján ennek a csomópontnak az átépítését, mint szükségszerűséget, meghallgatásra talált, és 2001-ben már elkészültek ennek a csomópontnak a tervei. Azonban utána következett egy 8 éves interregnum, egy 8 éves szünet, semmi nem történt. 2010 után vetettük fel akkor már közösen Gáborral ismét, hogy hát ez egy nagyon-nagyon fontos beruházás lenne, hiszen itt van ez a 40 ezer közvetlenül érintett ember, és itt van nagyon sok ember, akik észak-észak-kelet felé autóznának a környék településeire, és bizony ebben a csomópontban minden évben több nagyon súlyos, nagyon komoly baleset, sajnos több halálos baleset is történt. Meghallgatásra találtunk, és 2013-ban prioritási listára került a beruházás, majd 2014-ben a kormány a forrást is biztosította hozzá, megkezdődhetett a tervek aktualizálása, megkezdődhetett újra az engedélyeztetés, és szinte napra pontosan 5 hónappal ezelőtt, március 9-én álltunk itt az akkor még, hát csak a képzeletünkben létező csomópont túloldalán, és 5 hónap alatt, 5 hónap és 1 nap alatt lám, milyen csoda történt itt. Egyébként a munkák valóban nagyon jó ütemben készültek, 5 hónap alatt készen lettek, és hát mint a felvételekből is látszik, első osztályú minőségben elkészültek. Ezzel az ország első és másodrendű útvonalainak a egyik legveszélyesebb baleseti gócpontja szűnt meg. Mostantól kezdve alapvetően a galgavölgyi polgárok, a Galga mentén élők, de mindenki, aki ezt az útszakaszt használja, biztonságban érezheti magát. Elmondhatjuk a mai napon a szalagátvágás után, hogy a Galga völgye megújult, szép kapuja megnyílt a Galga mentiek és minden használó számára.